Jó estét kívánok! Kedd este is jelentkezünk az Ózdi Városi Televízió kulturális magazinjával, a Kaleidoszkóppal. Az adás vendége Bút Petra, népi ékszerkészítő lesz, akivel a gyöngyfűzés iránti szeretetéről, az eddig elért sikereiről és további céljairól is beszélgetünk. De az adásban más témákkal is foglalkozunk. Tartsanak velünk! Vendégünkkel a népi ékszerkészítés rejtelmeiről beszélgetünk. A harmadik adventi gyertya is meggyulladt a Városház téren. Nagyfokú türelem és precizitás az, ami talán leginkább szükséges ahhoz, hogy valaki gyöngyfűzésre adja a fejét. Ha pedig az alkotó a létrehozni kívánt ékszereken egy-egy tájegységre vagy népcsoportra jellemző motívumokat szeretne megjeleníteni, akkor a népi díszítőművészet ismerete is fontos. Városunkban sok olyan kimagasló tehetségű művész, amatőr művész tevékenykedik, akikre méltán lehetünk büszkék. Az ő körüket gyarapítja mai vendégem Bút Petra, gyöngyfűző, népi ékszerkészítő is, aki bő egy hónappal ezelőtt sikeresen szerepelt a 14. Vándorlegény országos gyermek és ifjúsági népi kézműves alkotó pályázaton. Vele beszélgetek most, köszöntelek itt a stúdióban, Petra. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Hát kezdjük rögtön az aktualitással, ami végül nem annyira aktualitás, ugye azt hiszem ő egy hónappal ezelőtt volt ez a megmérettetés, és egy nagyon szép eredményt értél el, hányadik helyezést is értél el, beszélj kicsit erről nekünk. Hát ezt a pályázatot a mesterem hívta arra fel a figyelmemet, és második helyezést értem el Berettyóújfaluban, ide sárközi ékszereket készítettem, illetve ukrán krizákat. Miért pont ezeket? Igazából még nem nagyon tudtam, hogy mihez is kezdjek, olyan bátortalanul indultam el ezen a pályázaton, még nem volt ilyenre lehetőségem se nagyon, illetve nem is tudtam tényleg, hogy hogyan is kezdjem el. És elmentem egy alkotótáborba a Páni Osvald Évához, és ő mondta, hogy hát próbáld már meg, hát tehetséges vagy, évek óta látja rajtam a fejlődést, miért ne élnék vele. Így mondta, hogy akkor a sárközi ékszereket vettük abban az időpontban a táborban, és azzal kezdtem el. Egy sárközi keresztbefűzöttet készítettem, illetve hozzá egy sárközi csafringot, de modern színvilágban, ami végül is a csafring a mennyasszonyi dísz volt. Ugye ezt azért hordták, hogy egyenesebben álljon a mennyasszony. Ugye ennek van nagy súlya, tehát a gyöngyök nem egy kilók, hanem ugye egy idő után ezek több kiló terhet viselnek, és így állnak egyenesen a hölgyek, és én ezt készítettem el modern változatban. Hány munkáddal szerepeltél ezen a megmérettetésen? 4 munkámat vittem a pályázatra, a sárközi kétszer csavartat, sárközi csafringot, egy kis krizát és egy nagy krizát. És ugye a kis és nagy kriza között ugye az a különbség, hogy ugye attól függ, mennyire terül ki a vállon, mert a kis krizának inkább a nyakra simulónak kell lenni, a nagy krizának pedig szépen kiterülnie teljesen, ugye egy ívet kell neki adni az ékszernek. Mik azok a szempontok egyébként, amit itt figyelembe vesznek, amire nyilván neked is figyelni kell? Hát igazából a színvilág az, amire nagyon figyelni kell. Tehát, hogyha nagyon fényes gyöngyöket választok, azt nem nagyon szereti a zsűri. Igazából régebben is ezek a matt színek voltak, és próbáljuk ezt visszahozni. De mivel próbáljuk úgy is csinálni, hogy azért már a modernebb világot is belecsempészünk, muszáj használnunk fényesebb gyöngyöket. És ezt a kettőnek kell az ötvözetét megtalálni végül is, hogy egy egységet alkosson a kész ékszeren. Úgyhogy én ezeket veszem figyelembe mindenképp, a színvilágot, illetve a mintát. Tehát, hogyha van egy alapmintám, azt nem nagyon szeretem átdolgozni úgy, hogy azok ne legyen felismerhető. Ha nem felismerhető, akkor azt a zsűri simán visszadobja. Végül is érthetően, mert ugye én próbálom belevinni a modern világot, de a mai társadalom, vagy éppen még a régi korokra vissza, nem fogadják még el. Tehát az autentikus formák, színek, azok mindenképpen fontos, hogy azt megőrizd, és felismerhető legyen, ahogy mondtad is. Igen, tehát annyira nem szabad eltávolodni akkor. Így van, tehát az 5 alapszínnek, ami nagyjából a sár közben meg kell lennie, azokat jó, ha meghagyjuk. Egyet-kettőt lehet rajta változtatni, de nem jó, hogyha az összeset. Mert akkor már nem azt az ékszert kapod, nem az lesz a mondani valója, amit szeretnél vele sugalni. Arról lehet egy kicsit tudni, hogy hány munkát adtak el, csak nagyságrendileg hány munkát adtak be, hányan jelentkeztek erre a megmérettetése országosan? Hát országosan szerintem átléptük a 100-at, a
akik jelentkeztünk, habár az én régiómból csak ketten voltunk, így egy fiatalabb hölgyel voltam, de sokan, és nagyon sokan. Úgy izgultam is, hogy mondom, én biztos nem fogok elérni helyezést, hát mondom, rengetegen jelentkeznek. És aztán mondták, hogy de hát ez régiukra van lebontva, tehát biztos, hogy valamit, vagy egy oklevelet. Mondom, ha egy emléklapot is kapok, már jó, hiszen nem azért mentem, hogy én most az első helyezést el akarom érni, hanem hogy tényleg megmérettessem magamat, hogy mire vagyok képes. Hát kíváncsi voltál, gondolom, mert mondtad, hogy ez az első olyan nagyobb megmérettetés, vagy megmérettetés, amin szerepeltél. Igen. Akkor boldogsággal töltött el. Hát hogyne, hát akkor ez mindenképpen pozitív. Igen. Igen. De ugye jelenleg ezek az ékszerek nincsenek Ózdon, tehát nincsenek most nálad, hanem Berettyóújfalun vannak a kiállítás helyszínén, vagy el fogják onnan szállítani, mert hogy januárban folytatása következik a megmérettetésnek. Hogy is lesz ez pontosan? Hát nagyon szerettem volna elhozni, mert tényleg nagyon büszke vagyok rá, tehát sok munkám van benne. De ennek most lett vége ennek a kiállításnak Berettyóújfaluban, és már beszéltem az elnökkel, és mondta, hogy már pakolják össze az egész kiállítást, és viszik Debrecenbe, ami ha minden jól megy, akkor január végén kiállításra kerül, úgyhogy még ott is lesz egy jó bő két hónapig az ékszerem, és majd csak utána kapom vissza. Tehát szerintem tavasszal lesz újra nálam, és végre majd hordhatom, vagy éppen kiállíthatom otthon. Ugye jelenleg is részt veszel, vagy találkozhatnak veled az ózdiak, hiszen a 7. adventi forgatagon te is szerepelsz, és hát úgy tudom, nem az elsőn, hanem amióta ez útjára indul 7 éve, azóta te folyamatosan jelen vagy. Mik a tapasztalataid az idén idejére vonatkozólag? Az érdeklődők, mit szólnak az emberek a munkáidhoz, úgy, hogy egyébként nyilván már ismernek téged? Igen, hát már ugye 7. alkalommal van Ózdon a vásár, és én mind az elejétől kezdve ott vagyok. Nagyon szeretem, nagyon hangulatos szerintem. A többi vásár is nagyon szép így községekben, tehát Miskolc, Eger vagy Debrecen. De mégis ugye a szívünk ugye Ózd, tehát úgy élek, itt születtem. Nekem mégis közelebb áll a szívemhez. Én nagyon szeretek kimenni, szeretek megismerni új embereket. Vannak visszatérő vevőim, törzsvendégeim, törzsvásárlóim. Nagyon jó hangulatban van. És most is vasárnap, hogy voltam kint, szerintem ez volt a legjobb vásári hangulat. Sokkal többen voltunk, hangulatosabb volt, több volt a vásárló, a vevő, tehát az érdeklődő, az árusok is sokkal többen voltak. Szerintem érdemes hozzá kilátogatni most vasárnap is. Próbálsz újdonságokkal jönni ilyenkor, vagy megmaradnak a régi ékszerekből, formákból, színekből is, vagy próbálod újítani a repertoárt? Nem csak erre a forgatagra gondolok, hanem más ilyen jellegű vásárokra gondolván is. Hát az elején ugye nagyon kezdő voltam, és akkor egy-két termékemet vittem még csak ki, akkor inkább a virágokkal foglalkoztam, és azok közül vittem. Ugye minden évben próbálok újat hozni, mert ugye vannak visszatérő vásárlóim, tehát mindig azt kérdezik, van-e valami új, és mindig próbálok valami újat belecsempészni. Tehát most is például a harangok, azok is újak, azokat édesanyám készíti. Kell segítség, tehát egyedül már nem győzöm. Az angyalkákat, mint karácsonyfadíszeket, azokat a párom készíti. És akkor itt jön a kérdés, hogy akkor én mit készítek? Én az ékszereket szoktam, arra most nagyon rákaptak. Ez jó, hogy már kezdik újra hordani a régi népi ékszereket, és ugye új színvilágban adom át a vevőknek. Ugye rajtad is most egy általad készített nyaklánc van, és ugye rajtam is, engem is megleptél vele, bár az enyémen sajnos így nem érvényesül, mert nem számítottam rá. Mennyire lehet hozzá adaptálni a mai ruházatunkhoz ezeket az ékszereket? Hát mondtad, hogy modernizálsz, hogy ugye nem feltétlen az teljesen autentikus forma és színvilág, de hogyan lehet ezt? Igazából mindig ötletelek, hogy egyáltalán milyen mintát varázsoljak, és milyen gyöngyökből. Nagyon nehéz elkezdeni egy új ékszert fűzni. Tehát azt gondolná az ember, hogy leülsz is megalkotod, nem. Nagyon sok munka a tervezés, nem egy mintát rajzolok, hanem legalább 20-at. És ugye mindegyiket elkezdem fűzni, és mikor már 2-3 centi kész van belőle, akkor rájövök, hogy hát ez még mégsem igazán tetszik. Még mindig variálnék rajta valamit. És körülbelül a 4.-5. verzió szokott jó lenni. Ami nekem is elnyeri a tetszésemet, ha bár mondjuk van olyan, ami nem, és másnak igen, tehát nem vagyunk egyformák. Nem. Tehát igazából bármit csinálsz, biztos, hogy lesz gazdá, én azt gondolom. Hát mert nagyon bízok benne. Olyan sokféle lehetőség van, igen, ebben színben, formában, motivumokban, hogy biztos, hogy lesz olyan, aki megtalálja azt, amit keres. Ugye hozzánk is nagyon sok mindent elhoztál. Igen. Fejéket hogy kell mondani, nehogy rosszul mondjam, fejék, fejdísz.
Kalotaszegi Párta, ez egy fejdísz. Igen, erről mesélnél egyébként. Én mielőtt jött, vagy mikor jöttél, akkor megemeltem, és hihetetlenül nehéz. Hát az egy nagy pályamunkám volt, mikor én ezt a népi ékszerkészítő képzést elkezdtem. Ott tanultam Péter Szidóniától a Hagyományok Házában ezt a kalotaszegi pártát elkészíteni. 2 hónap volt, ha talán jól emlékszem, de ugye nem minden nap foglalkoztam vele, mert hogyha foglalkoznék vele minden nap, akkor azért egy hónap alatt el lehetne készíteni, de nagyon sok munkát igényelt. Igazából a súlya ugye a gyöngyöktől van, mert nem műanyag gyöngyből van fűzve, hanem teklagyöngyből van, és ugye nem, tehát többféle méret van. Van rajta egészen 11 nullástól egészen 8 mm-esig a gyöngyök felfűzve, ez egy adott séma alapján van, tehát én ezt centiről centire mérve fűztem föl, és úgy készítettem el. Van-e, ugye ezek annyira speciális fejdíszek, ékek tulajdonképpen, hogy van-e, amikor kölcsönkérik tőled ezeket fellépése vagy előadással, tehát nem tudom, van-e ilyen megkeresés feléd? Hát eddig még nem volt ilyen megkeresés, habár az Ózdi Néptánc Egyesületben most ugye a húgamot táncol, illetve a párom is, és oda most készítettem kalárisokat, meg hajcsatok készülnek, illetve kalapdíszek, de ez még csak a tervezési folyamatnál vagyok, hiszen ahogy most pályáztam, meg készültem az adventi forgatagokra, így nem nagyon volt vele időm foglalkozni. Ugye beszéltél virágokról is, hogy azokat is fűzöl, és én láttam, hogy ballagásra is készítesz ilyeneket. Igen. Hát a virág, a szerelem az körülbelül 8 évvel ezelőtt kezdődött, hogy virágokat fogok fűzni. Eleinte ilyen kisebb aprókkal foglalkoztam, de aztán rájöttem, hogy ez lehet nagyobba is. Szétnéztem az interneten, hát mindenki oda nyúl elsőnek, és onnan vettem az ikletet, és aztán elkezdtem fűzni egyre nagyobb virágokat. Így a saját ballagási csokromot hoztam most el, úgyhogy ez nekem még a mai napig él, virágzik. Nagyon szeretem. Jó rá visszagondolni, hogy azt mikor fűztem, illetve mikor kaptam. Mert ugye én, ahogy megfűztem a virágokat, én nem tudtam, hogy hogy lesz összekötve, az számomra meglepetés volt. Akkor mindig tanulsz? Igen, mindig. Próbálok mindig valamihez nyúlni, vagy könyvből, vagy internetről, vagy a mestereimet hívom fel. Tehát sok-sok felől kapok segítséget, és ez nagyon jó. Nem tudom, a megyében hányan képviselik, hányan csinálják azt, amit te, tehát mondtad mestereid, mentoraid, segítőidről beszéltél, vagy említetted őket, de tudtak-e eszmecserét folytatni? Esetleg interneten van ilyen közösségcsoport, ahol megosztátok a tapasztalataitokat? Hát most vagyok a Fügedi Márta Népművészeti Egyesületnek a tagja. Oda gyakran el szoktam menni, ott Kis Gabriella tanít engem. Ott is voltam most a nyáron a Kis Krizában, például az ő segítsége van benne, az ő szívét, lelkét is ő is odaadta bele. Ő tanította meg nekem azt megfűzni. Illetve most a Matyó Népművészeti Egyesületnél is voltam, hiszen régióként oda tartozom, úgyhogy náluk is fűztem most. Legesleg először, tehát hogy indult ez az egész benned? Ugye beszéltünk a Hagyományok Házáról, ahol azt hiszem tavaly végeztél el egy ehhez kapcsolódó tanfolyamot, de legesleg először mi indított erre az egészre, és hogyan jött ez az életedbe, és mikor? Igazából kislánykorom óta van ez az egész az életemben. Körülbelül elsős vagy másodikos lehettem, tehát nem ma történt, amikor Kriskovics Nildikó néni azt mondta, hogy anyák napjára ékszert fogunk készíteni gyöngyből. Felcsillant a szemem, hogy hát most én mi gyöngyből, hát kicsik vagyunk még ahhoz, és igazából mindenki megfűzte. És nekem utána jött ez a nagy szerelem, hogy én akkor ezzel szeretnék foglalkozni. Akkor kaptam az első gyöngyfűzőkönyvemet édesanyámtól, és így utána ezzel foglalkoztam. Úgy próbáltam nyáron ugye kikapcsolódás gyanánt, ugye nem kellett tanulni, nyári szünet, és akkor ezzel foglalkoztam. Meg ugye meglátja az ember ezeket az ékszereket, hihetetlen. Az idő jut eszébe, és a precizitás, meg hogy úristen, kinek van ehhez türelme, nekem biztos nem lenne. Tehát kicsit a technikai részéről beszéljünk, mennyi idő egy, mondjuk, ami a nyakadban van egy nyaklánc elkészíteni, hogyha tényleg mondjuk nekiülsz, és csak ezzel foglalkozol, vagy hogy nem nagyon foglalkozol mással, csak most azzal, hogy meglegyen. Ez Pányi Osvald Évának a mintája, ezt nála készítettem a táborban, egy napig fűztem, de éjszakában nyúlóan, hiszen ha elmegyek egy táborba, nem azért megyek, hogy pihenjek, hanem hogy újat tanuljak. És itt reggel 8-tól körülbelül 1:30-2-ig, tehát simán fűzünk egy ültőhelyünkben. Jó, van, amikor persze feláll az ember, megmozgatja magát, meg a szükséges dolgait elvégzi, meg étel-ital, de igazából csak a gyöngyfűzéssel foglalkozunk. Körülbelül 10-15-en szoktunk lenni ebbe a táborban, de mindig én vagyok a legfiatalabb, aki elmegy hozzá.
Ugye említetted a családodat, édesanyádat, párodat is, hogy besegítenek ők, ők miben vesznek részt, vagy hogyan fogadták ezt, amikor erre adtad a fejedet? Vagy egyáltalán a technikai rész, hogy hol tudjátok tárolni ezt a rengeteg tárgyat, ékszert, virágot, bármi, amit készítesz, hiszen azért hely kell hozzá. Igen, nem kicsi. Tehát azt hiszik, hogy ezek csak gyöngyök, és nincs súlya, nem foglal sok helyet igazából, de mert azért nem egy-két csomag gyöngyöm van otthon, hanem egy egész gardnugni, tehát rengeteg. Nagyon sokat köszönhetek a szüleimnek, rengeteget támogatnak, mint anyagilag, mint támogatást, tehát lelkileg is. Ugye van, amikor megszólják az ékszereimet, hogy jó, ezt én is meg el tudom készíteni, mikor Putnokon voltam a Gömör Expón, és akkor mondtam, hogy jó, akkor jöjjön ide, kipróbálhatja. És akkor nézett rám, hogy most én ezt komolyan gondolom? Hát mondom, persze, mondom, én adok lehetőséget, ki lehet már próbálni. És utána két perc után megszólalt, hogy hát ez nem is olyan egyszerű. Hát mondom, nem. Tehát azt hiszik, hogy könnyű, de nem. Nem. Persze. Nagyon persze. Sokat köszönhetek nekik, a páromnak is, hogy támogat benne. Nagyon sokat segít. Most az esküvői csokromon fog dolgozni. Ha minden jól sikerül, akkor jövőre lagzi lesz, és azt ő készíti el. Gratulálok egyébként. Köszönöm szépen. Ezt nem szépen. Tudtam így előre is. Köszönjük. És ami még fontos, és meg akartam már az elején kérdezni, hogy a munkád az mennyire kapcsolódik ez, vagy kapcsolódik egyáltalán? Vagy ez egy teljesen más szegmens az életednek? Igazából a munkámhoz nem nagyon kapcsolódik. Ez az én kis egyéni külön világom. Habár a Bárka Színpad műhelynek tagja vagyok, és mikor vannak programjaink, akkor ott a gyerekeknek átadom azt a tudást, amit anno én nekem ott adtak át, illetve ugye Ildikó nénitől kaptam. Úgyhogy én ott próbálom átadni a gyerekeknek ezt a gyöngyvilágot. Úgyhogy remélem egy-két gyereknek meg is szerettettem. Van olyan meg jó érzés, amikor oda jönnek hozzám, hogy emlékszel, amikor együtt fűztük ezt a kis ékszert, és mutatja, hogy még mindig megvan. Ez boldogsággal tölt el. Ez inspirál téged is, gondolom. Nem így tudom, van. A mai gyerekek, a kicsik, hogy mennyire mernek ebbe belevágni. Van-e szerinted elég türelmük ehhez, vagy te hogy látod? Igazából szerintem a mai gyerekeknek nem nagyon van türelmük. Annyira elviszi a média, meg az internet, hogy nem nagyon van. Így az iskolában, ahogy dolgozom, úgy észreveszem, tehát technika órán sem. Sokkal többet kéne kreatívkodni, én visszahoznám, ami anno az én időmben volt, hogy technika órán fúrtunk, faragtunk, sütöttünk, ma már ezek nincsenek. Számodra mit ad? Tehát amikor leülsz, és már megvan a minta, a forma, a színek, az eszközök, és belefogsz, milyen lelki állapotban vagy? Tehát mit ad neked ez lelkileg, amikor alkotsz, abban a folyamatban, azokban az órákban, napokban, hetekben akár? Egyrészt boldogságot, hogy azzal foglalkozhatok, amit igazán szeretek, illetve nyugalmat. Azért egy temperamentumos hölgy vagyok, és én szoktam nagyon sokat idegeskedni. És amikor leülök, akkor úgy megnyugszok. Akkor elveszli körülöttem minden. Akkor szólhat hozzám bárki, nem hallom meg. Van, hogy szól a tévé vagy a zene éppen, de néha azt se hallom. Tehát annyira belemerülök, amit készítek, hogy igazából körülöttem bármi történhetne. Akkor ez az ellenpólus neked. Tehát igen. Lehet azt mondani, hogy a természeted miatt, hogy mondtad, hogy temperamentumos, vagy szükséged is van erre, vagy lenne egy olyan más tevékenységre, éppen nem a gyöngyfűzés talál meg, ami úgymond megnyugtat, ugye? Jól igen, értelmezem. Igen. Tehát azért ez megnyugtat engem. Jó, hogy van ez nekem, ez a hobbi. Hobbi, hát már most kezdek belőle kinőni. Van tanítványod, vagy gondoltál arra, hogy lenne egy-két olyan fiatal, akinek, hát nyilván inkább gondolom lányok elsősorban, akiknek szívesen átadnád, vagy van-e ilyen, aki érdeklődik, hogy de jó lenne a gyermekemet tanítanád pár dologra? Igazából még nem volt ilyen érdeklődés, de szeretném majd átadni a tudásomat, amikor már én is vagyok elég nagy ahhoz, hogy ezt át tudjam adni, hiszen ehhez, hogy azért én oktassak, legfőképp népi iparművésznek kéne legyek, de ehhez nagyon sok lépcsőfokon van még hátra. Erre visszatér, vagy mondtad, hogy leginkább lányok, ezt megcáfolnám, mert a legtöbb fiú fűz nálam. Na, ez érdekes. Erre nem is gondoltam. Van uh-huh. Olyan, mikor megyünk ki a Bárka Színpadhoz, és ugye két napos program, és ugye számolni szoktam, körülbelül hány gyerek fordul meg nálam, és legtöbbje fiú. És sokkal türelmesebbek, és talpra esettebbek. Ez érdekes. Na, erre nem gondoltam. Mindig azt gondoltam, gyöngyfűzés biztos, hogy csak lányok. Nyilván lányok is, de hogy így mondod, hogy fiúk is. Igen, a lányok is, talán jobban. De azért a fiúk jobban kitartóbbak. Tehát ők rögtön nem az van, hogy jaj, anya, segíts már. Jó, van, persze, segít a szülő, de tényleg a fiúk azok nagyon ügyesek. Uh-huh. És
Nem is tudom, igazából azt szeretném megkérdezni, hogy mik a távolabbi céljai, terveid. Ugye azt beszéltük már az elején, hogy januárban lesz a következő megmérettetés, úgyhogy most legközelebbi időpont az a január vége. Igen, ha jól így tudom. Van, január vége. Tehát kíváncsiak leszünk, meg remélem tudunk veled beszélni, hogy hogyan sikerül, de a távolabbi célok mik az életedben egy évre, hát több a évre? A távolabbi céljaim igazából, ha visszakapom az ékszereimet, akkor én szeretnék Ózdon is egy kiállítást az édesanyámmal együtt. Tehát ez egy nagy tervünk, hogy mi ketten összefogunk, és akkor egy termet berendezünk. Mert hát szerintem igazán be tudnánk rendezni egy termet. Nagyon sok kész alkotásunk van, anyu a viseleteit is tudnál hozni, hiszen népi ékszert fűzünk mellé, tehát a kettő ötvözné egymást. Ez az egyik nagy tervem, álmom. A másik pedig ez, hogy népi iparművész lehessek. De ehhez még nagyon sok lépcsőfok kell, mert ehhez zsűriztetnem kell, nem kevés terméket, nem mindegy milyen kategóriában, és ugye ehhez még utána egy pályamunkát is kell írni. Uh-huh. Meg ugye saját, beszéltünk arról is, hogy saját terveid is vannak, van egy négyzetrácsos füzeted, amit el is hoztál nekünk, szövegrészek is vannak benne, minták, és ott lehet látni, hogy hogyan vázolod fel, vagy képzeled el a következő alkotásodnak a forma és színvilágát, ugye, ha jól tudom. Igen, tehát ugye mindig mondják nekem a táborban, mikor mentem, hogy alkotni és tervezni, és mindig a tervezés a legfőbb folyamat. Uh-huh. Ugye itt, hogyha megvannak a gyöngyök, milyen sorrendben fűzöm, utána a színezés, milyen színű lesz. És ugye ebből nem egy-két minta van, hanem több 20 darab, és ebből van összeállítva. De ez a kis füzetecske, ugye ez kis apró gondolatokkal is meg van töltve, mert van, amit elfelejtek, hogy hogyan fűzök, és akkor inkább mellé írom, hogy később tudjam. Vagy hogy ebből a színből nem érdemes, mert nem lesz az a kategóriás zsűri képes termék belőle. Elképzelhető, hogyha lenne egy kiállítás, akkor most ebből a füzetből is kerülnének megvalósulások, tehát készülnének olyan ékszerek, amit láthatna az ózdi közönség? Tehát van most olyan jelenleg, ami még nincs kész, de ha lesz kiállítás, megcsinálnád? Igen, van most 3 tervem is, de erről ugye még nem nagyon tudom, hogy mikor fogok tudni nekiállni, elkezdeni. Hát bízunk benne, hogy összejön ez a kiállítás, nagyon jó lenne, és hát nagyon kíváncsian várjuk meg, gondolom várod te is a januári eredményt, hogy Debrecenben mi fog történni az ékszerekkel, és hogyan értékelik majd. Petra, én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon sok sikert kívánok neked, mert csodálatos, amit csinálsz, és aki még kíváncsi rá, ugye az termékeikre is szeretne vásárolni, az még aranyvasárnap mindenképpen menjen ki az adventi forgatagba, hiszen ott leszel te is, és van, sok más árus is, ahol nagyon szép holmik vannak, és hát maga a műsor is, amiatt is érdemes. Igen. Úgyhogy várjuk a januárt, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Hamarosan itt a karácsony. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy hétvégén már a harmadik gyertya is meggyulladt a városháztéri adventi koszorún. Az immár 7. alkalommal megrendezett adventi forgatagra ellátogatóknak ezúttal sem kellett csalódniuk, hiszen a rendezvényen az oktatási intézmények diákjai mellett az Ózdi Néptánc Egyesület és az Ózdi Városi Vegyeskar is fellépett. A vásárosok pedig, mint ahogy eddig is, különleges és egyedi termékekkel várták a résztvevőket. Ezen a hétvégén is sokan kilátogattak az adventi gyertyagyújtásra. Ezt megelőzően a résztvevők már kora délutántól a fellépők műsorait láthatták. Először az Ózdi Városi Vegyeskar lépett a színpadra, akik több dallal is készültek. Így többek között a sokak által jól ismert Fehér Karácsonyt is hallhatta tőlük a közönség. Thank you.
A szünetben a résztvevők az árusok portékái között különböző tárgyakból, teákból és lekvárokból is válogathattak, de megtalálhatták a forralt bort és a kürtős kalácsot is. A legtöbben a betlehemes sátor mellett most is csodájára jártak a város legújabb díszének. Nagyon szeretjük ezeket a dolgokat, itt szeretünk lejönni, mikor időnk van rá, főleg az unokákat lehozzuk, nekik is nagyon tetszik, ki van világítva, a fények, úgyhogy örülünk neki, hogy ez van. A műsor eközben az Ózdi Néptánc Egyesület fellépésével folytatódott, akik a hagyományos nagyecsedi koreográfia mellett karácsonyi műsorszámmal is készültek. A délután utolsó fellépői a Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium tanulói és pedagógusai voltak. Ők egy verseszenés műsorral lepték meg a közönséget, melynek keretein belül Rási Zorka előadásában Zsédától felcsendült a Szánkózás című dal is. Holdra nyug és a fényben szánkunk, Meseországhoz ér szél folytam, arcom kipirult, szebb út sose volt kép. Egymáshoz bolyva sohanuk és álmodunk, élvezd az út, hogy kanyarog, nincs jobb, ugye ennél. Meglátod, lesz más csoda, és a holnap is velem jönnél. Benn a házakban már száz és száz kis gyertya ég, és a fák alatt hány ajándék, és mind szép. És már szól is a dal, sok gyermek hang úgy zeng, hogy nincs megállj, és a gesztenyesül a tortán marcipán. A boldog érzést vártok mind, és úgy hat ránk, mint a frissen forralt kávé és a mézes fánk. Ennyi gyönyörűséget máshol tán csak festett képen látsz. Oly csodaszép, így marad emlék veled a szánkózás. Oly csodaszép, mind ami történt veled a szánkon. Hallgass, hogy csengők hangja, cseng, bong, és hogy száll. Friss hóban szálló, gyorsan szélgén csuhan egy szám. Ott lenn a lejtő végén mások jó barát. Újjongó hangjuk szinte hagyja a zuhanó szánt. A produkciót követően elsőként Jani Csak Dávid, Ózdváros polgármestere mondta el ünnepi köszöntőjét. Ebben kiemelte, hogy az évekkel ezelőtt útjára indított adventi forgatag lényege nem elsősorban a vásárlás, hanem a találkozás, a beszélgetés, az együttlét. Emellett beszélt az adventi készülődésről és arról, hogy ez idő alatt nem csak házunk rendbetételére, a fa díszítésére, hanem a lelkünkre is figyelmet kell fordítanunk. Mielőtt a karácsonyfát felállítjuk, és mielőtt a vendégvárás előtt kitakarítjuk a lakást, a házat, azelőtt mindenképpen forduljunk belülre, és végezzünk egy lelki nagy takarítást. Takarítsuk ki a szívünket, a lelkünket, ha van mitől, azért a legtöbb esetben van mitől, söpörjük ki a negatív gondolatokat, engedjük el azt, amit hallunk a médiából, ki sem mondom direkt,
engedjük el azt a sok negatívumot, ami egész évben ér minket, és ami lerakódik a lelkünkben. Ez megváltoztatja egyébként a mi hozzáállásunkat embertársainkhoz. Ilyenkor ez egy jó alkalom, gyakrabban is kell csinálni, de a karácsony egy jó alkalom arra, hogy önvizsgálatot tartsunk, és felöltöztessük a saját lelkünket is, mint a karácsonyfát. Az adventi készülődés már ezt segíti elő. Én azt kívánom mindenkinek, hogy díszítse fel a lelkét és a szívét a hitnek, a reménynek, az örömnek és a szeretetnek a díszeivel. És hogyha ebbe a köntösbe felöltözteti az ő lelkét, akkor ki tudja sugározni az ismerőseire, a szeretteire, a barátaira. Ettől lesz igazán szép a karácsony, és ettől lesz szép a társadalom, ettől lesz jó együtt lenni, ettől lesz jó a közösség, és ezt várja tőlünk Isten is, aki annyira szeretett minket, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk. A polgármester Szűke Gábor római katolikus plébános követte, aki beszédében többek között az egymásra való odafigyelést, egymás segítését emelte ki. Hány és hány csillag van a te életedben, akik újra utat mutatnak, akik újra reményt adnak egy reménytelennek tűnő élethelyzetedben? Hány és hány olyan csillagod van körülötted, akikre számíthatsz, akiktől kaphatsz ajándékot, legfőképpen önmaguk jelenlétét, akár egy tekintet által, akár egy ölelés által, egy kézfogás által. Nem kell se szó, nem kell se ajándék, de te magad vagy az a csillag, aki önmagadat tudod oda tenni mások életének az égboltjára akkor, amikor egy kicsit szomorú, amikor tele van fájdalommal, akkor, amikor nem úgy látja az eget, mint ahogy te látod. Hát én csak azt kívánom mindnyájunknak, kedves ózdiak, hogy legyünk fényes csillaga a másiknak, hogy ő is megélhesse, hogy az ő életének az ege is tiszta és felhőtlen. Csak az itt és mostban egy kicsit másként látja az eget. Légy csillaga, légy ajándéka a másiknak ez év karácsonyán. A program zárásaként a harmadik gyertya meggyújtása következett, ami eltérően a többitől nem lila, hanem rózsaszín. Mert bár az advent időszakának liturgikus színe a lila, ami a bűnbánatot és a böjtöt szimbolizálja, a harmadik vasárnap színe azonban a rózsaszín, ami az örömöt jelképezi. Ez emlékeztet rá, hogy közeledik Jézus eljövetele. Az utolsó alkalomra is érdemes lesz kilátogatni, hiszen aranyvasárnap is fellépők produkciói színesítik majd a forgatagot, emellett 16:30-tól meglepetés sztárvendég várja majd a résztvevőket. Most pedig nézzük, milyen programok várnak ránk a következő időszakban. A Csillagszóró nevű eseményre várják az érdeklődőket december 17-én, pénteken délután 4 órától. Az olvasó ünnepi ajándékműsorán több helyi fellépő produkcióját is megtekinthetik a résztvevők. Így az eseményen többek között az Ómi Zenés Színház, az Erika Seiden School, az Ózdi Városi Vegyeskar és a Szívklub tagjai, továbbá Városunk Néptánc csoportjai is fellépnek majd. A programon való részvétel ingyenes. Bejelentkezés és meghívó igénylése az olvasó jegypénztárában lehetséges. A 7. adventi forgatag utolsó állomásán vehetnek részt az érdeklődők december 19-én délután 2 órától a Városház téren. Az aranyvasárnap fellépői között a Szabadszombat Tánc Együttes és az Ómi Zenés Színház műsorát tekinthetik meg a résztvevők. 16:30-tól pedig meglepetés sztárvendéggel várják azokat, akik vasárnap kilátogatnak a Városház térre. Ezt követően a 4., vagyis az utolsó gyertya is meggyullad majd az adventi koszorún. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Rizs Gábor, országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, és Bodnár Dániel, görögkatolikus parókus. Az évúti légópince, vagyis a légózd megnyitó eseményére várják az érdeklődőket december 20-án, hétfőn délután 1 órától. Az objektum látogatása előzetes egyeztetés követően délután 5 óráig 12 fős csoportokban zajlik. Bejelentkezése az Ómék elérhetőségein december 17-e 15 óráig van lehetőség.
Köszönöm, hogy ma este is velünk tartottak. Amennyiben lemaradtak volna adásunkról, akkor ezt és minden más műsorunkat televíziónk honlapján vagy YouTube csatornáján nézhetik vissza. További szép estét kívánok. Viszontlátásra!